Nagy szeretettel üdvözlünk ismét mindenkit az Esport 1 TV-n, a Magyar Esport TV-n. Edenbitől érzékeny búcsút kellett, hogy vegyetek, és a következő szériára én leszek Popetnek a kommentátortársa. És köszöntök újra mindenkit, sziasztok! Jó itt lenni, és ma is egy mérkőzést kommentálni, ami ráadásul nem is ígérkezik akármilyennek, úgyhogy hamarosan ehhez a mapfeed-ot meg fogjuk nézni, viszont előtte még Popet, vegyük át, hogy mi történt eddig másfél nap során. Láthatjátok is, a képernyőn volt már egy BDS-Etus összecsapásunk, aminek gyakorlatilag most a visszavágóját fogjuk követni Bercivel. Azt a meccset 2-1-re, 3 overtime-os pály után a francia csapat tudta megnyerni, meglátjuk ezúttal, hogyan alakul az ő összecsapásuk. Aztán volt még tegnap egy második francia-orosz rangadónk, ott az első mapot viszonylag könnyedén 7-3-ra megnyert a Tempra, majd hasonló könnyedséggel átgázolt rajtuk az Empire egy 7-2-es és egy 7-1-es eredménnyel. Aztán a változatosság kedvéért ismét egy francia-orosz meccs következett, és még fogunk is látni egyet ma, spoiler alert, azt a Virtus Pro nyerte a Tempra ellen, így jutottak ők el az alsóági döntőbe, ahova az előző meccs vesztese a BDS érkezett, aki 2-1-es arányban kapott ki az Empire-től. És hogy ezt egy kicsit vizualizáljuk is, hogy hogy néz ki a felsőág, hogy néz ki az alsóág. Jelenleg itt tartunk, tehát ennek a következő mérkőzésnek a tétje az, hogy aki nyer, az bejut az Empire mellé a holnapi döntőbe, ami közvetlen a Neon-dan leleplezés után lesz, magyar idő szerint nagyjából 17:30. Aki pedig elbukja, az harmadik helyezett csapatként búcsúzik ettől a Major-től, és hát azért így sem szomorkodhat, mert Six Invi pontot így is elég sokat kap, illetve pénzdíjazásban is részesül, de hát nyilván nem egy Major döntő az, amiről itt az alsó ágon beszélni tudunk. Illetve, ahogy megszokhattátok, és már rengetegszer mondtuk, nem csak a világszínvonalú mérkőzésekkel várunk titeket, hanem itt az adásokon, a hivatalos magyar adáson gyűjthetitek a csármokat is, nagyjából, talán ha szerencsénk van, akkor a goldot azt még a hétvégén ki lehet gyűjteni, viszont a plathoz és a diamondhoz az kell, hogy vagy korábbról még Challenger League elődöntős adásunkat nézted, vagy pedig az, hogy nézd majd az Eurelegation-t, illetve pedig ugye a Rainbow Six sima angol csatornáján, ha nézel egy APEC Major-t, vagy egy amerikai Major-t, akkor hozzáadódik, összeadódik a magyar adással, tehát ez elég jól meg van csinálva ilyen szempontból, illetve ugye megy a lootbox nyereményjátékunk, Year 5 és Year 4 exkluzív ajándékcsomagokat tudtok nyerni, felkiáltó ilyen nyereményjáték több infóért. Viszont ennyit a múltról, illetve a jelenről, nézzünk bele a közeljövőbe Popet, és ismerjük meg ennek a mérkőzésnek a map vítóját, hiszen pillanatokon belül kezdődik ez az összecsapás, viszont még nem tudjuk, hogy melyik pályán, úgyhogy itt vannak az aktuális mappok. Így van, láthatjátok is van a képernyőn. A bannok a Virtus Pro-tól is, illetve a BDS-től Coast és Team voltak elsősorban. Aztán hát érkezett egy villés Clubhouse pick. Ha ismerős lenne, akkor az azért van, mert tegnap ugyanezt az első két pályát láthattuk ezen a meccsen. Villán a BDS fog támadni először, Clubon pedig a Virtus Pro fog védeni. Tiltottak még a csapatok egy Coast és Cafét, és hát Decider ismét egy kis déjà vu, Oregon lesz. Hát ugyanazokat a pályákat látjuk ezen a meccsen, a két csapat között, mint tegnap. Gyorsan én belenézek a jegyzeteimbe, hogy tegnap a sidepickek hogy mentek, mert ilyenre én megmondom őszintén nem emlékszem. Igen, akkor a BDS védőben kezdte a fél időt, nem pedig támadóban, úgyhogy ez egy nagy... A mapban az teljesen ugyanez volt, a bannok és a pikkek is, tehát nem csak ugyanazokra a mapekre jött ki, hanem ugyanazokat tiltották a csapatok. Igen, viszont a sidepick az már máshogy alakul a villán, mert a BDS fog most védeni az első, vagy most támadni az első fél időben, a Virtus Pro pedig védeni, ami az ellenkezője annak, amit tegnap láttunk hát igazából a nyitó pályáján ennek az eseménynek, úgyhogy izgatottan várjuk azt, hogy most vajon az oroszok
hát az éhes medvék, X meg a D, ahogyan hívják őket az angol kaszban, vissza tudnák vágni, vagy pedig nem. Nem tudom, Popet, akarunk-e csinálni esetleg egy ilyen közönség szavazást mondjuk, bár azt hiszem Instagramon is van már, mert én csináltam képecskét, és elküldtem, hogy rakják fel. Ezt egy pillanat, és meg is nézem, hogy kikerült-e. Nem, sajnos nem került ki, pedig én legalább fél percet dolgoztam azzal, hogy legyen egy VP-BDS alsóági döntőről kép. De akkor mindegy, ezt bepótoljuk szerintem most, és miközben megyünk be a mérkőzésbe, mindenképpen figyeljétek a csetet, mert perceken belül, vagy másodperceken belül ott lesz a szavazás, úgyhogy mindenképpen hallassátok a hangotokat. A social volt, amit a szervezők tartottak gyakorlatilag, az 70%-os BDS sikert jósol. Meglátjuk, hogy hogyan alakul. Tegnap ugye ők nyertek 2-1-re, de hát volt itt egy 8-6-os Virtus Pro siker villán, aztán egy 8-6-os BDS sikert klubhozni, és Oregon elment egészen 15 körig, ott 8-7 nyertek a franciák. Egy kis emlékezet frissítés annak, aki lemaradt volna erről tegnap, cseten pedig akkor szavazzatok nyugodtan, illetve hát ne is, hogy nyugodtan, nem szavazzatok, hogy melyik csapat fog szerintetek nyerni. Érkeznek egyből az operátor. Bannok, a Virtus Pro kiteszi Thatchert, és hamarosan kiderül, mi lesz a BDS a banja. Eddig egyébként teljesen egyezik a tegnapi Villa meccsel, ott is egy Thatcherban jött, akkor a BDS észbannolt, meglátjuk, ezen változtatnak-e? Nem. Nem a tegnapinak a... Lehet, hogy berakták a replayt. YouTube replayt beraktuk, ugye fent vannak ezek a mérkőzések már a Magyar Esport TV hivatalos YouTube csatornáján, ami egy hatalmas archívum. Mondom a bant, mire is van majd. Ja, értem, tehát, hogy te így kórolod. Jön eddig a Mira, igen, tehát ez így teljesen korrekt. Szóval a Magyar Esport TV YouTube-jára nézzetek fel akkor, hogyha szeretnétek korábbi mérkőzéseket megnézni, nosztalgiáznátok egy kicsit mondjuk a, nem tudom, 2018-as évből, vagy hogyha esetleg más játékok érdekelnek titeket, akkor is ajánlom figyelmetekbe ezt a YouTube-ot, illetve az Esport Guru TV csatornát a Mindigo alkalmazásban. Hát Popet! Minden kívánságod így teljesüljön, per minden tipped így jöjjön be. És most viccelődhetünk megint azzal, hogy akkor most 3-0-ra elmennek a védők, aztán izé. Aztán 3-2, aztán 4-2, aztán 6-4, aztán 6-6, aztán 8-6. Igen, erre nagyon sokáig emlékezni fogunk. Tehát ez nagyon megmaradt bennünk. Látom, hogy neked is tetszik, Popet, ez a fajta sorminta. Hát én első meg második osztályos koromban nagyon gyenge sormintákat rajzoltam. Már akkor is inkább a tollat részesítettem előnyben a színes ceruza helyett, ami mondjuk a tanító néninek nem tetszett. De hát ebben most nem menjünk bele, feltépődnének itt a régi sebek. Közben inkább beszéljünk a szavazás eredményéről, Popet. Nyilván. A nézőink 57%-a mondta azt, hogy a BDS fog nyerni, egy áron pedig azt, hogy a Virtus volt, tehát sokkal szorosabb a ti szavazataitok alapján ez a meccs, mint volt a külföldi szavazás eredmény, és nagyon úgy tűnik, hogy lesz egy rihosztunk, a Virtus Pro kérte, hiszen valakinek frame dropjai vannak, hogy ezt elvileg egyébként meg is kapják majd. Na is okézta az adminunk. Úgyhogy gyors rihoszt, és utána akkor tényleg belevetjük magunkat már ebbe a villába. A viátort választották egyébként a csapatok első szárnak, ha jól láttam. Jól láttad, úgyhogy ezeket a dolgokat még gyorsan felírom. Nem szeretném, hogy ezek ne kerüljenek rögzítésre, vagy akár például a bannok, tehát ezt én mindig nagyon fontosnak tartom, hogy lejegyezzem, mert utána meg nem emlékszem rá. Tehát vannak olyan szerencsés emberek, akik mindenre emlékeznek, és nem tudom, tudják, hogy 10 évvel ezelőtt ezen a napon mit csináltak, meg mit tettek reggelire. Én tényleg csak ilyen nagyon felületes... Nagyon felületeges dolgokra emlékszem, tehát arra emlékszem, hogy tegnap volt ilyen meccs, meg ugye erre a sormintára, de például, hogyha már azt kéne megmondom, hogy mi történt a harmadik körben, biztos, hogy nem tudnám jegyzeteim nélkül, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, hogy folyton lesz, ezekre támaszkodom. Hát igen,
Na hát nem ez is van. Emlékszem, és jegyzetem sincsen szó. Nem baj, ezért jegyzetelek, úgyhogy legalább ilyen szempontból safe az egész. CGG meg tudjuk nézni. Igen, CGG-n meg lehet nézni, ajánljuk a figyelmetekbe, bár azért azt hozzá kell tenni, hogy akármennyire mondják, hogy az a Siege-nek a HLTV-je, nagyon nem, tehát azért a HLTV-nek a közelébe sem ér, azzal együtt is, hogy mindent tiszteletünk az övék, hogy gyakorlatilag kézzel, manuálisan vezetik a statisztikákat a Rainbow-ról, ami tudjuk, hogy nem egyszerű, hiszen hát Popet ugye többnyire még akkor, amikor játékos volt, vezetett ilyen dolgokat, én pedig mondjuk M-neben, most már inkább azt mondom, illetve például Gaming Isham bajnokságokon. Ja, úgyhogy nem könnyű itt minden nélkül vezetni a statisztikákat. Közben árgus szemekkel fogjuk figyelni azt, hogy folytatódik-e ez a meccs, hát ez a, erre a 100 FPS és laggos cuccra szerintem a Counter XD, a megoldás az az, hogy egy gépresi, és akkor újraindítod a játékot, és nyilván az meg kell, hogy oldja, legalábbis eddig mindig megoldotta, amikor ez volt a pont. Talán több is, de egy legalább volt. Na de nézd meg Popet, itt is vagyunk. Nem tartott szerencsére sokáig, csak egy új lobbit kell gyakorlatilag csinálni megvárni még. Újra belép mind a 10 játékos. Aviator Games, tehát a site, az operátorokat, ugyanazokat kell, hogy kiválasszák mind a két csapat részéről, tehát védőket és támadókat is nem lehet már cserélgetni, hiszen a prep phase elkezdődött. Tegnaphoz képest, nem sok változást látok, nem tudom, neked szembe tűnik bármi egy operátorok terén. Talán annyi, hogy nincs Nomad. Itt már játszott a BDS Nomadet, vagy azt csak Labon kezdték el. Vagy bocsánat, Öregonon kezdték el. Ezen gondolkodok most. Na mindegy, elmosunk rájönni. Érkezett egy Jana, úgymond ötödikként. Érdekesség, hogy Granat helyett füstöket hozott vele a BDS. Ezek YouTube-on ennek már szerepe lehet. Azt nézem közben, hogy tegnap hány kört sikerült hozniuk támadó oldalon, de amúgy hármat, mert nem biztos, hogy hármat. Kettőt, mind a két csapat kettő kört hozott támadó oldalon. Aztán overtime-ban még a Vetus Pro egyet. Továbbra is arra buzdítunk titeket, hogy csekkoljátok le a nyereményjátékunkat az esport1.hu-n. Ez a nyereményjáték össze van kötve, hát egyik dolog, hogy ezzel az adással félig meddig, hiszen itt pontokat tudtok gyűjteni, és pontért tudjátok venni az egy piacon a belépőjéket, a sorséket, hogy bekerültek abba a kalapba, ahonnan kihúzzuk ezeket a győzteseket. És másfelől pedig értelemszerűen össze van kötve a nyereményjáték az esport egy shoppal, viszont fontos, és nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy amikor rámentek egy ilyenre, hogy mondjuk ott van ez a doboz, és rámentek, hogy nem tudom, beváltás vagy ilyesmi, azzal nem magát az ajándékcsomagot veszitek meg, hanem csak egy lehetőséget magatokra, hogy titeket sorsoljunk ki. Közben eltelik az action phase-nek az első perce, nem történt drónozáson kívül konkrétan semmi, Shaiko kilövi mondjuk most már a második breaching roundját is, ez azt hiszem alulról, ezzel alulról kívánt mondjuk shieldet kiszedni itt a rotation hole-nál, ami azért mostanában egy elég gyakori dolog, szóval BDS nem érte meglepetésként, és Shaiko ezt szépen tudta counterölni, most már neki csak 3 stunja van, amivel még valamit kezdhet. Hihetetlen, hogy még ennyien élnek, pedig már alig van hátra a körből, Pasa kitappolja Renshiro-t, és ezzel dupla emberelőny már az oroszoknál, ami szerintem talán a kört is eldöntheti, hiszen támadóban
ezt ledolgozni szinte lehetetlen. Talán azt kell hozzá, hogy a Virtus Pro hibázzon, de ha csak a BDSM múlik innentől kezdve, az nagyon nehéz lesz. VTGS elvileg kell, hogy hát ha nem is ő, hanem első körben Pasa, de igen, intézik a Plendy Knight határozottan az orosz játékosok, Rask oldalba kapja, Elemsz megvan neki a 2K ebben a körben, Rafale jön végül fel, G36C a kézben, és egy kettes scope, amivel még nagyon szépen kilövi Rask fejét, viszont 1v3-at kéne hoznia, Pasa dupla, Rask dupla, 1-0 a Virtus Pro-nak. Tegnap is hasonló elképzelést látnak egyébként a BDS-tel ezen a szájton. De egyszer sem tudták szerintem megoldani. Most ebben nem vagyok biztos, hogy egyszer sem, mindjárt utána járok. De az biztos, hogy elég nehézkesen mentek ezek a dolgok nekik. A viátot még víren is nehezen tudták, ki Icr is elveszítették. Aztán támadni pedig egyszer sem sikerült nekik. Így van, hogy jól emlékeztem. Lesz a meglepetés ebben a setupban. Operátor pikek tekintetében nincsen meglepetés, sőt talán egy picit még jobban a utility-re támaszkodik a Virtus Pro, mint azt általában az orosz csapatoktól megszokhattuk. Most itt beszéljünk akár az Empire-ről, akár pedig mondjuk a Windstrike-ról, akiket láttunk Challenger League-ből kiesni még múlt héten. Tehát ez, hogy van 3 shieldjük, illetve 2 Wire, 2 Evil Eye, 3 ADS, ez mind olyan, amit rendkívül nehéz lesz kiszedni. BDS-nek ugyanazért viszonylag sok utility-e van, mert az ADS-eket elvileg ideális esetben meg tudják oldani csak stunokból, és akkor impact-ek, breaching roundok maradnak Wire-re, Evil Eye-ra és Golyó Shield-re, bár így sem tudnak szerintem mindent kiklírelni a franciák, szóval magát a utility game-et ebben a körben gyanítom, hogy a Virtus Pro fogja nyerni, viszont az azért nem minden esetben jelenti azt, hogy vele együtt a kört is hozzák. Ja, minden esetre ezen a szájton egyébként nagyobb arányban. Hát mondjuk a nullánál nem nehezem nagy arányban, de tudott nyerni a BDS tegnap, szóval minden lehetőségük megvan itt egyenlíteni most. Ezt a setupot is rengetegszer látták már, szerintem ezt nem is fogom többször elmondani. Ugyanazokat játsza, mint a két csapat, mint az előző meccsen, egy teljesen nyitott könyvek egymás számára. Kérdés, hogy melyikük mennyire tud alkalmazkodni, illetve új dolgot kitalálni a meglévők ellen. Például ezt a shieldet most sokkal gyorsabban ki tudták szedni, mint tegnap. Ez mindenképpen arra vezethető vissza, hogy tudták, hogy mihol, hogyan helyezkedik el. Vasára érkezik hamarosan a push fürdő felől. Egyelőre smoke-okkal késlelteti ezt. Több már nem áll rendelkezésére, úgyhogy innentől nincs olyan hátráltassa a támadókat. Mellett az ablakon is repelőznek, úgyhogy nem nagyon tudnak neki konnektor felől segíteni. Esetleg még side-ról tudnák tartani, a Shaiko pontosan tudja, hol helyezkedik az az ember, de nem tudja egyelőre befejezni a kill, sőt, Pasa visszalövi! Hatalmas frag az SMG11-el, de érkezik a refrag, Elemsz gránátja öli végül meg. Valószínűleg ő is injurálta le, úgyhogy az a gránát csak megerősítette itt a dolgokat. Reszket kidrónozzák Astral lépcsőn, sok lép pedig érkezik a rotation felől segíteni. Ott még van egy shield, úgyhogy nem lesz egyszerű még őt megölni ott. Reszkát forgat inkább pirosra, Rafael pedig átjött B melletti szoba ablakába. Onnan tud majd esetleg nyomásra krolni, de hogy nem lehet onnan kiszedni sok vévet, Elemszki nédeli, Milon tud refregálni, esik, Renshiro 3v3, VTG egyedül, aki sebződött már a kör korábbi fázisában, VTG rá is nem píkeltem, mert nem volt ott a Jana, de ellövik a túloldalról, injuredbe kerül, 2v3, így gyakorlatilag az ellás, Milonnak és Resznek kellene ezt valahogy megoldani,
3 francia támadó ellen 20 másodpercen vissza, nem érkezik egy előre push, hiszen nem tudják, hogy egy ember injured. Riddy most lövi el a Maestrót, és be tudná fejezni az injured-ot is, de másik oldalról ellövi költe, nem tudott már refregálni. Egyenlít a BDS, egy-egy, nagyon simán nyerték ezt a kört, itt trofiban. Elemstől, az IGL-től érkezik egy tripla kill ebben a körben, 2 gránáttal, egy pedig az L95A2 Assault Rifle-lel. Amikor ott felhoztad, hogy hát onnan nehéz lesz kiszedni sok vévet, épp mondani akartam, hogy oké, hogy shield van meg minden, de tegnap is Elems pont bathroom ajtóból odadobott egy gránátot Pasára, és végül egy trade lett, mert Pasa lelőtte Elems, viszont a gránát elől már nem tudott elfutni, úgyhogy arra a spotra minden esetre elég jól gránatozik Elems, maradjunk ennyiben, vagy úgy összességében jól játszik a gránáttal Elems, amit el is várunk tőle. Ugye BDS-nek volt tavaly nyáron még egy nagy frag playere, Penix, viszont neki ebben a csapatban nem volt egy sikertörténet a szereplése. Elemsnek annál inkább, és ő így 2 kör után 3-1-ben van, teljesen korrekt egy sledge-től, úgy gondolom. Na de, rápróbál még egyszer erre a site-ra a Virtus Pro, azelőtt mielőtt visszamennének a 4. körben Aviator-be. Ha visszamennek, bár azért én azt viszonylag nagy téttel merném fogadni, hogy visszamennek. Meglátjuk, egyébként megpróbálják még egyszer tehát ezt a site-ot. Kérdés, hogy ezúttal csinálnak-e bármit máshogy. Mert azért nagy szerepe volt Elems duplagnál Granat killjeinek abban, hogy ilyen egyszerűen megtudta. Idézőben egyszerűen a BDS nyerni ezt a kört. Nagyon fontos volt, hogy ott Pasát és sok évet is viszonylag könnyen tudták ölni. És azért erre mindig nem lehet alapozni, hogy majd dupla négyekbe akadnak, illetve betalálnak. Eltelik ez az első 1 perc is, különösebb kontakt nélkül. 2C4-re leszek kíváncsi, hogy azzal mit fog kezdeni a VP. Nem árulnak zsákba macskát igazság szerint azzal, hogy milyen utility-t hogyan kívánnak felhasználni. Valószínűleg mind a 2C4-et itt site környékén fogják eldobni, mivel nincsen igazi Intel, olyan értelemben Intel operátor, aki a C4-et támogatja, mondjuk Valkyrie vagy Pulse, mert azért oké, hogy van Maestro, de azt elsősorban nem azért hozott, hogy infozzál róla egy C4-esnek, bár azt is lehet igazság szerint. Illetve Elems gránátaira most biztos, hogy jobban figyelnek az oroszok, úgyhogy most jön ez a gránát, viszont jó, én nem, most hát nem, is belenéznek megint. Belenéznek megint, úgyhogy mindegy, én már meg se szólalok. Azért ennyi sütni valója kéne, hogy legyen a VP-nek, mert még nincsenek annyira beszorítva, hiába már eltelt másfél perc nagyjából, amikor megtörtént ez a kill, még nem voltak annyira beszorítva, hogy ne lehessen máshol állni, csak ott a gránátokban. Na, whatever, az ő bajuk nem az enyém, csak nagyon furcsálom. Elemstől viszont ez is egy szép dobás volt, és aztán az is, atyavilág. Atyavilág, Elemsnek gyakorlatilag 4 gránát kije van 2 körön belül, és aztán dupla ember hátrányban az orosz csapat, Sajko is meglövi a magáét, és aztán végül Rafala, ez most nem egy Gemini, ez most konkrétan teljes valójában Jana, úgyhogy 2-1 a Team BDS-nek, és Elemsnek a játékára megint felhívnám a figyelmet. Ugyan a második killfeedben az, hát mondjuk azt, hogy golyóshield által volt, de ugye az injure maga és a golyóshield felrobbantása, hát azt egy gránáttal követte el, szóval mondhatjuk azt, hogy egymás után 2 körben is 2-4 kije van. Hát még hogy nem lehet erre alapozni, ugye? Ő megmutatta, hogy le lehet.
visszatér a Viator Games-be, a Virtus Pro. És 100%-os védétjük van továbbra is ezen a szájton a BDS ellen, úgyhogy nem is lehet ennél jobb döntést hozni gyakorlatilag. Érdekes, hogy nem próbálkoztak meg mondjuk ki csönnel vagy ilyesmivel. Hát úgy látom, mert közben itt csekkolgatom az instát, de úgy látom, hogy továbbra sem került fel ez a sztori sajnálatos módon, úgyhogy muszáj leszünk továbbra is itt csak cseten szavazgatni, meg ilyesmi, bár igazából ez nem is baj, mert aki itt van cseten, úgyis azért az R6-hoz, vagy hát az jártasabb az R6-ban, és akkor az Instán ott úgyis mindig a csések elviszik abba az irányba a szavazást, amelyik csapatot ismerik, mert itt Orgot ismerik a Counter-Strike-ból, szóval ez lehet, hogy nem is gond. Közben itt, ahogyan végig tekintünk a pálya felett, repülgetünk, azt látjuk, hogy Sajkó próbál sunyulva menni, de látják őt kamerán. Erről ő attól tartok, hogy nem tud. Igaz, hogy nem is de lehet, hogy majdnem tragédia lett belőle. Sok wave kell, hogy felvegye itt a párharcot Sajkóval. Az Elának nyilván egy erős fegyvere van, de ez talán csak, mondhatom azt, hogy egy 10 méterre, igaz, 10 méteren kívül már nagyon nehéz megfogni. Különösen az átlagos playernek, de talán még ilyen sok véveknek is. Sajkó viszont úgy dönt, hogy kirobbantotta azt, amit ki akart talán-talán, úgyhogy inkább visszajön, és a Classical Hall 90-jából próbál nyomást helyezni a védekező csapatra. Mindenhol érkeznek lent a drónok, ezt is nagyon jól tudja már a BDS, hogy ő itt játszik lent, és lentről próbálja meg megoperálni a plantet, többször is belefutottak, nem hiába van itt ennyi drón, most még egyet megtaláltam, ami mögötte volt. De nem foglalkoznak vele, mostán elemző, hogy pusolja, Gemini-vel megvan róla az info, ezzel ki fog pusolni, és elemző pedig átkarokkal várja. Sikerült megölni a lenti embert, ez egy nagyon jó lépés, viszont már kevés idejük van. Fentőjükon tartják, nem húz egy négyet, de már elment onnan az ember. Bizonyos volt, pas a Sajko injured bekerül 90-ba, hárman is lőttek rá talán egyszerre, de ketten biztos. 4v4, Rescon nagyon kevés HP-val, ellenőz meg tudja ölni, sok évet duplázni tud a sledge-el. Ígéretes eddig a BDS-nek, csak kevés az idő, mennek ki a füstök és még egy van VTG-nek, 15 másodperc, nagyon mélyen kell mentelni a site-ra, hogy legyen esélye a BDS-nek. És az a füst ismét nagyon jó, sebzibridit, odébb kell menni és máshova tenni, kipusol, injured is lesz a hibana, egyedül marad Rafael, és ezt a kört sem fogja megnyerni itt a BDS, továbbra sem tudják bevenni a Viátort. És 2-2, így az állás a Virtus Pro és a BDS között. Itt konkrétan beszélhetünk arról, hogy a BDS támadja gyengén ezt a site-ot, de én inkább azt mondanám, hogy a Virtus Pro fogja kifejezetten jól, ezt igazolja, az például a saját stratégiájukat az igazolja, hogy az idő lejárt, és nem az volt, hogy random mondjuk megnyertek olyan firefightokat, amit nem biztos, hogy kellett volna, hanem csak simán. Jó volt az elképzelés, decent megvalósítással, hogy a BDS továbbra sem tudja áttörni ezt a pajzsot, fogalmazzunk úgy, akármennyire is próbálják. Az ilyen living roomokat kell megnyerni, illetve az ilyen trofikat kell elhozni, az is épp elég baj egyébként szerintem, hogy egy trofit elbuktak. Hogyha minden aviatort buknak, akkor mellé talán a többit mind nyerni kéne. Tegnap láttuk már ugye ezt a site-ot a Virtus Pro-tól. Azt nézem közben, hogy milyen arányban tudták megnyerni. Egyszer biztos, hogy be tudta támadni a BDS. De
Igen, egyszer vesztették és egyszer nyerték. Jól látom. Látjuk ezúttal, hogy alakul. Akkor a BDS nagyon jól adaptolt és jött rá már meccs közben, hogy mit kellene tenniük, hogy sikerrel járjanak. Nem lehet olyan nehéz átültetni ezt ebbe a körbe, hogy őszinte legyek. Tényleg egyszerű dolguk van, nem szabad hagyni, hogy fentről le tudják tartani a site-ra való bejutáshoz az ajtókat, illetve falakat, és akkor gyakorlatilag teljesen nyugodtan tudnak plantálni. Ilyen papíron nagyon egyszerűen hangzik, gyakorlatilag három emberül jelenleg fent, és el kell foglalni a viátort és mapet hozzá. Tehát games-t és mapet ment a viátort és map hozzá. Az. Fasa, Resk és Milan ez a három ember. Szokás szerint érkeznek kicsőn felől majd a támadók, és valószínűleg Sajko egyedül megpróbálja megölni mind a három embert fent. Legalábbis tegnap ez volt a menetrend. Érdekes egyébként, hogy itt van ez az Amaru, szerintem nem erre számított a BDS, mint erre a site-ra. Hogyha igen, akkor valami nagyon extrát terveznek vele. Szerint földszintre, hát sok haszna nincs. 90-ből be tudnak vele esetleg ugrani váratlanul. Elemzik két órában a soft falakat. Ezek azok, amikre volt-ba lyukak vannak nyitva, és ezt tartja többek között fentről Milon is. Másfél perc van még vissza. Ellensíró drónozik magának. VTG van egyedül Saiton, jól látom. Mindenki más. Gyakorlatilag Róma, de hát így is ott fentről teljesen tartja előre a védő csapat. Látom már mire van az Amaru, és ez zseniális lesz a BDS-ről, fel fog ugrani a hatchen, és egy olyan helyre tud így plantálni majd Rafale, amire nem számít a Virtus Pro, és az hatalmas gond lehet majd az oroszoknak. Gyakorlatilag még egy-két szöget kinyitnak itt a franciák, és halálnyugodtan le fognak tudni plantálni, és a három játékos fent pedig teljesen haszontalan. Ha ez működni fog, akkor ez a legzseniálisabb library hát take, amit nagyon láttam. Szép counterplay lesz. Mennek majd a flash-ek és ugrani fog. Most már csak nem szabad elrontani ezt. Jönnek a flash-ek, és jön az Amaru, jön Rafale, bent van a szájton. És közben elemz a gránátot, főzi, Milon nem tud ellőni senkit, a diffuser lemegy úgy, hogy közesen volt hozzá a VP-nek, hogy ezt denyolja, és egy 5v5 riték van, nagyon ritkán láttunk ilyet, úgyhogy most nem szabad pislogni, srácok, mert azt hiszem ez izgalmas lesz. Pasa próbálja elkapni de a mellette játszó Renshirót, viszont ez nem sikerül, másodjára a francia jön ki jobban ebből a firefightból, és aztán megvan neki még Rask is, közben VTG elejti Bridget Saiton, 2v3, de a BDS ezt valószínűleg így is meg tudja nyerni, pláne úgy, hogyha Milan sok vévet sebzi, 2v2-vel megyünk tovább, és már csak 5 másodperce van nagyjából arra soknak, hogy elkezdi szedni a diffusert. Ez így, ahogy van, véget ér, elemz, és Rafale megvédik a defut, amit utóbbi nagyon szépen lerakott, úgyhogy a BDS újra vezet 3-2 az állás villán, ez pedig az egyik, hanem a legszebb library take, amit valaha láttam. Elnézést kérni, hogy megkérdőjeleztem az Amaru picket. Zseniális vadozás volt ez a BDS-től, és nagyon szépen olvasták, hogy mit fog csinálni a Virtus Pro, és hogy ezt hogyan tudják counterölni. Ezt bárki kólolta be a csapatból, akármelyik játékos, vagy esetleg coach. Ez a tipikusan emelem a kalapom pillanat volt. Profit választja ezúttal a Virtus-ról, nem mennek tehát kicsönbe. Ezt eddig a meccsen kétszer nyerte a BDS. És hát kérdés, hogy sikerülne nekik harmadszor, ha igen, akkor az hatalmas fegyvertény, hiszen akkor 4-2-es támadó félidő után fordulhatnának. Habár ez a három is már sikernek könyvelhető el, hogy Berci tegnapi borzalmas poénjával éljek itt. Ugye, ne élj vele, ez a lényeg. Ja, jó, akkor inkább kihagyjuk. Szekunder szégyenérzetem lesz. Tudod, ha én mondom, az csak nekem égül, de hogyha te is, akkor az már az egész esport egy tévének. Jó, hát akkor nem sütjük el ezt a fél kiló 4-2-t kérünk, maradhat. Ez így, jaj, de most kicsusszant. Igen, kicsusszant, itt pedig kicsusszant a harmadik ugyanolyan trofi
line-up is, akármelyik oldalt nézzük, a BDS-nek ez az ötös működött eddig már kétszer a mérkőzésen, miért nem működne harmadjára is. Lehet, hogy erre a Virtus Pro-nak megvan a válasza, és a következő bő két percben meg is fogjuk látni a képernyőn, hogy mi az. Talán a legnagyobb gondot, azt egyetértetek velem abban gondolom, hogy a legnagyobb gondot az Elems gránátjai okozták az előző két trofi szájton, előző két trofi védelemben, hogyha itt a Virtus Pro szemszögéből nézzük. Sajkó közben már bejött Closetba, vigyáznia kellene, hogy kicénégyezzék alulról, bár ahogy látom, csak sok fév játszik alul, és ő sem a környéken. Megvan egy Evil Eye, a Breaching Round-dal nagyon fontos dolog, sokkal fontosabb, mint hinnétek, így első ránézésre. Továbbá még azt a shieldet onnan jó lenne kitakarítani, bár azt hiszem, hogy őrzi azt ADS, talán nem is. Nem őrzi egy ez a shieldet, aki mögötte van majd itt Rotation Hall-nál, azt őrzi, hiszen itt legalább most pasa nem robbant fel, annak, szóval. Hát igen, ez is egy jó dolog, közben beszórja Sajkó a stunokat, ajaj, pasa pedig visszajön a másik shield mögé, ami az ő saját shieldje, azt hiszem, és ugye nem golyó shield, nem robbantható, vagy robbantható, csak ugye nem a benzintartállyal, hanem mondjuk egy gránáttal, vagy tudom is én, impacttel. 5-5-ben folytatódik ez a kör, és eddig így 80 másodperccel a kör vége előtt most áll legjobban a VPI trofiban. Nem, még bőven több mint egy perc van azért a körből. Valahogy ki kellene nyitni ezt a falat, nem most fog benédelni mögé, és az rossz lehet Milonnak, de végül nem is tudom hogyan lép, hogy csak sebződik, gyors kilváltás, esik Sajkó és Reszk, a két legjobb Fregger játékos mind a két csapatból. Nyílik a hármas fal, de nem sok minden rajta, mert Milan le tudta impact-trickelni a dolgokat. Úgyhogy teljesen biztonságban játszott még mindig itt, 40 másodpercen vissza, Shockwave védi Astro lépcsőről Astrót, illetve hát óra felül, hogy érkezne egy támadó, aki érkezik is, kap egy gránátot, amit csak lesebezni tudja, amint itt Rafael beugrik, valószínűleg meghal, lehet előbb lesz köztük kontakt, vagy egyáltalán nem is tervez ide bejönni Janával, hiszen repülözik már fel, Shockwave hallja ezt és megy fölfele, elemzelesik Milon által, pasa kapott sebzés, Milon duplázi tud, lesz-e neki tripla, lesz, Milon triplázik, egyedül védi a szájtot gyakorlatilag, Rafael marad egyedül, meg kell ugrani a dogablakon, most teszi meg, és VTG lövi őt végül a hátba. Milon tripjának köszönhetően többek között áll hozzá ezt a fél időt egy döntetlennel a Virtus Pro. De még mindig, hogyha a tegnapiból indulunk ki, akkor a BDS jobban áll. Milan is megmutatta magát, és eddig kettő olyan játékos van a meccsen, aki egy körön belül 3 killig tudott jutni, és nem Sajkó az, nem Rask az, hanem Elemz és Milan, akiktől elsősorban nem várnánk, mondjuk még mindig talán inkább Milontól, mint Elemztől. Azt hiszem tegnap Milan volt az, akit hozzá mértek Sajkóhoz statisztikákban, aztán abból nem ő jött ki jobban. Ma viszont igen, tehát ma egyelőre, ha mondjuk Sajkó vs Milont nézünk, kicsit hasonló róla játszanak, bár én inkább Sajkót és Raskot hasonlítanám össze bármikor, de hát mindegy, nem én csináltam azt a grafikát. Milon nyeri eddig, úgyhogy az oroszok örülhetnek egyelő, hát mármint hogy konkrétan Milon meg Rask a statjuknak, mert ez nem rossz így egy fél idő után, de összességében ez a 3-3 védő fél idő nem a legerősebb, ahogy te is mondtad, kíváncsi vagy a folytatásra, és ti pedig mindenképpen közben ne csak a csármokat farmoljátok, de csekkoljátok le a nyereményjátékunkat is az esport1.hu-n. Felkiáltó jel nyereményjáték, illetve felkiáltó jel nyeremények, hogyha több infót szeretnétek megtudni. A VDS-t is teljesen hasonló felállást látunk, mint tegnap.
próbáltam felidézni, hogy voltam mondjuk mozi, de ha jól emlékszem, igen. Sájko ugyanabban a poziban, mint tegnap, és ugyanúgy érkezik rá. Majd Milon, ez többnyire tegnap Sájko nyerte meg ezt a párbajt egészen konkrétan, tűzharcot, fogalmazhatunk így. Kidrón az ineleten tudják, mert van ott egy mozi. Húk a lépcsőn, végül a drón, mégis különbi Sájko, úgyhogy tudják, hogy ott van, de amúgy is sejtették, szóval. Ez sem meglepetést nem okozott, ahogyan az sem, hogy ott a lépcsőn elhelyezkedik egy ember a Shield környékén, egészen konkrétan a Renshiro az, hát rá is érkezhetnek majd gránátok és hasonlók, égeti az ADS-t, Resk S-sel kimegy a C4 üresbe, nem talál, nem is sebes senkit, egyes rakétát is sikerül megfogni az ADS-szel, a másik meg ki fogja szedni a golyó Shieldet, így ideje visszavonulni a másik mögé. Itt azért Holvén vigyázik el, mert bármikor alá nédelhetnek, hogy meg is teszi ezt Pasa. És jaj, meg is öli Renshirót, nem tudott átmenni a rotationen, dupla entry a Virtus Pro-nak, hiszen esik közben Rafael is. És ez így baj, Elemsz próbál meg kipusolni és esetleg refregelni. Nem tartja senki, de ki van drónozva, hogyha nem tétovázott volna ennyit, akkor ez nagyobb mehetett volna. De kár feltételes módban beszélni, kicsit meg tudja sebezni Reszket. De ez nem jelentős. Robbangatnak folyamatosan, alájuk elhullik Sájkó is. Elem és Bridi marad együtt. Nekik kellene 50 másodpercet még kihúzni Sajten és megakadályozni a plantet. Tele van még utility-vel és drónokkal a támadó csapat, úgyhogy nem lesz egyszerű dolguk. Valaki crossolni is tud. Két oldalról fognak lőni hamarosan Elemre. Teljesen van szorulva, hogy Sajten kimegy. Ha az felrobbantja még egy embert, megtalálhat vele, de a második el is lövi. Egészen konkrétan Pasa. És ezzel a Virtus Pro vezet, és megnyeri az első támadókörét itt a Miátorban. Nem a BDS szájtja, ezt már egészen könnyen ki lehet mondani. És még finoman fogalmaztál. Tehát védőben se, és támadóban sem tudott még itt nyerni a BDS, legalábbis. Ma tegnap védőt nyertek itt, azt hiszem, csak támadó volt a rotty. Úgyhogy... ezen kéne javítani, de nem a hetedik kör, vagy most nem a nyolcadik körben fognak ezen javítani, ha egyáltalán tudnak, hanem a nyolcadikban, amikor hát egy elnézést, hát ez azzal kezdtem, hogy nem a nyolcadikban, de a nyolcadikban. Hát Poppet, nem tudom. Lényegtelen. Viszont jövünk tényleg trofiba, és itt azért a mute-os vonal, mute Valkyrie vonal az az, amit a Virtus Pro nem erőltetett, helyette például Maestro-juk volt, illetve Smoke volt még, szóval a BDS azért ezzel a mute-tal nem nyúlt annyira mellé és annyira távol mondjuk egy Smoke-hoz képest, de azért a Valkyrie az jelentősen más, mint egy Maestro. Támadó oldalon pedig Shockwave Termite-tal él. Nagyon hát nem azt, hogy nagyon rég láttam sokkot Termite-ozni, viszont sajnos egyre kevesebbet, pedig ő ugye hagyományosan egy Termite main, még az Empire-ös időkből. Töri be Westroom és Closet ablakait, innen fog érkezni a Virtus Pro támadása. Azért azt próbálom megkeresni nektek, hogy Trofin milyen eddig a mutatója a Virtus Pro-nak támadó oldalon. Egyszer nyertek és nem kétszer nyertek és egyszer vesztettek. Úgyhogy milyen szempontból övék a statisztikai előny. Egyébként Aviatoron is az elmúlt három körét a BDS ellen zsinórban hozta a Virtus Pro. Lehet, hogy nagyon kiismerhető lett most a BDS, meglátjuk majd ez a kör, hogy alakul a franciák számára. Mondjuk Sajko egészen jól kezd meg tudja ölni Milont, igaz, hogy ő is rengeteget sebződött, de nem HP-ból ölünk, és az ember előny az továbbra is fontos.
egy Zófiát tudod kivenni a játékból, ez fontos lehet, hiszen ilyen jó shieldeket annál kevesebb utility van kiszedni. Hát még hogyha esetleg Sledge-et is sikerülne megölni, mondjuk elemznek, az nagyon sokat hozzátenne. Most megy majd ki az utolsó gránát, ki fogja szedni az asztal mögött lévő shieldet, de elemet nem tudja. Viszont a második már majdnem 25 HP-val van életben a Cade, ezt a másik őrségedet, ha jól sejtem, reszkedte ki az ablakon repülözve egyes charge-al. Ott a push, közben már Astro lépcsőn is, nem sírál Mr. lövéseit, és ez így baj, megvan Astro a támadóknak, nagyon kis helyre szorulnak be a védők, bedroom ajtóból is keresztbe tudják őket lőni ugye ezen a site-on. Ráadásul így, hogy még az a fal is kinyílik, hát nem lennék most a francia védők helyében. Emberelőny ide vagy oda. Valamit még a másik szájtról kellene esetleg alkotni, vagy lentről. De hát nem tudom, ott hát Rafael van, aki esetleg be tudna segíteni. Ha a hármas falhoz valaki átmenne, és letartaná a konnektort keresztbe, akkor talán Renshiro is a halál szélén. Három játékos nagyon kevés életponttal a BDS-ből. Egy meg is hal, reszki a nyitó gyakorlatilag site-ra, és most fognak bepusolni konnektor felől, elemz nagyon jól tartja az egyik oldalt, Rafael is a másikat, Sajko is itt van segíteni, egyedül marad végül Pasa, és amilyen ígéretesen indult ez a támadás, olyan könnyen véget ér az oroszok számára. Nincs több kill a körben, három védő is életben maradt, a diffuser messze nem volt attól, hogy lekerül, messze volt attól, hogy lekerüljön. Továbbra is nagyon kiélezett a párharca között, a két csapat között. Jelenleg 4-4 az állás, és ismét én minden esélyt látok arra, minden esélyt meglátok, hát nagyon nagy esélyt látok arra, bocsánat így. Csak sikerül összerakni a mondatot, hogy ismét egy overtime-os pálya legyen közöttük. Nagyban függ a következő két körtől is. Hát én nem erőltetném ezt az Aviator-t, bár most van egy Vigil mozzi helyett, azt hiszem. Szóval próbálja működésre bírni ezt a stratot, ezt a védelmet, a Team BDS, de én mindennel együtt azt mondom, hogy egy bolondos kicsönt bepróbálnék a helyükben. Azért ott rengeteg lehetőség van mondjuk site-on kívülről játszani, és talán ott erősebb a roam, vagy roam heavy-bb az a site, mint ez, és ha végignéztek a BDS line-upján, talán egy olyan játékosra mondom azt, hogy őt nem merném elküldeni nyugodt szívvel roamolni egy, nem tudom, Vigil-lel, Jägerrel, mozzival, stb., Melúzival, és pont ezért én lehet, hogy egy kicsönt esélyesebbnek tartanék a BDS-től. Ők úgy érzik, hogy meg lesz ez az Aviator, úgyhogy ide is jönnek. Aztán meglátjuk. Mindenesetre a Virtus Pro nem változtatott a line-upján az előző körökhöz képest, amin nem vagyunk meglepődve. Azon már talán annál inkább, hogy valahogy a mostanában a Claymore egyre jobban ki van kopva a támadó line-upokból, még azzal együtt is, hogyha teszem azt, nincsen Nomad, ahogyan most nincsen. És ugye Zofia breachinget hoz. Sajkoé az első kill a körben, az early pick, és pont a Termite-ot öli meg, tudjuk Popet, hogy ez mit jelent. Igen, hatalmas előnyt a védőknek, ha már még ott van VTG hibanája, úgyhogy nincs minden veszve, sőt, semmi sincs veszve gyakorlatilag, de ez egy nagyon nagy fegyvertény, és máshogy kell megközelíteni a site-ot az oroszoknak, például bedroom felől, ami eddig a BDS-nek nem nagyon működött. Egyébként a termite, hát Vault-ra lehet nagy veszteség inkább. A másik oldalról nem nagyon kellene falat nyitni szerintem, ott azt hiszem az egyik végig is van lőve, és soft is. Inkább a Vault fal, amire érkezhetett az a termite. Van ennek kicsit látni Steady felől milyen a setup, de hát majd valamikor lesz a lehetőségünk másodpercen vissza. Nem nagyon volt semmilyen kontakt a két csapat között, még leszámít ugye azt az entry-t. Milon fél egy kicsit a flanktől, de nem érkezik senki. Most nyitják ki Sajkóra itt a falat, de nem is kell a falat kinyitni, Rex meg kinyitja.
Sajkó koponyáját, ez is egy megoldás, egy perc van vissza, 4v4, elég kevés HP-val maradt az S. Ezt a párházat egyébként, ezen a lépcsőn tegnap is inkább a támadók nyerték meg, nem nagyon jön ki a Sajkónak a lépés. Nem úgy, mint elemznek, hiszen az tátkalékba fut konkrétan Milon azzal a Zófiával, úgyhogy ismét emberelőnyben a védők. És nagyon úgy néz ki, illetve egyre inkább úgy néz ki, hogy végre először meg tudja nyerni ezt a site-ot a BDS, de ehhez még 35 másodpercig ki kellene valahogy húzniuk, ezt kiszed egy Banshee-t, mennek be a flash-ek a site-ra, szedik ki a Barbwire-t, lassan már tényleg pusolni kell, egyelőre a Steady Banshee-t senki most ugrik be, Pasa, és követni fogja őt majd valószínűleg VTG is, kiszedik a shield-et site közepén, érkezhet a push B-re, ott van a Diffuser resznél, rakja terepasztal mögé, ha mennek ide egy füst vagy egy C4, akkor meg is tudná ölni, füst nincs, bocsánat, de C4 van, Rafael meg is öli a plantert, kezik hátba is az ember, szétkapja a BDS a Vetus Pro-t, és három zsinórban vesztett kör után, ugye a két meccsen, először megnyeri a Viátort a BDS. Ilyen és ez, lehet, hogy ez az a lépés kellett ahhoz, hogy végre kilépjenek ebből, hát az idézőjeles gödörből itt. Elemzre felhívnám a figyelmet, aki nagyon hasznosan játszott a Vigilán, és hogy összehasonlítsuk őt a tegnapi saját teljesítményével, hát próbálnám megkeresni az első pályáról, mert szokás volt régebben feltenni az első pályáról is CGG-nek Twitterre, tehát külön mapponként a statokat, viszont most már csak az összesített van Twitteren is, nem csak magán az oldalon, ami hát hát kicsit szomorú, hát én nem kicsit szomorú vagyok ettől. Na mindegy, szerintem azt nagyon nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy elemz jobban játszik, mint tegnap, pedig tegnap sem volt amúgy rossz azon a villán. Ez a 12-6 nagyon kemény. Elem és Bridi az a két játékos, akit én nem érzem, hogy... Tehát nem az, hogy rosszul teljesítenek, hanem inkább az, hogy átlagosak és nem tudnak nagyon kiemelkedni. Bridinek is ma is voltak jó és rossz mapje is. Mi mondjuk tényleg Sajkó mondjuk az összes meccsen, talán egy pálya volt, ahol kevésbé teljesített jól, de hát ott is nem tudom. Az azt jelentett, hogy ilyen 8-9-et lőtt idézőben csak. Bridinek pedig ugye ma volt az előző map, ami nagyon rosszul sült el ott Café az Empire ellen. De hát még bőven van lehetőségük javítani, hál' ennek az alsó ágnak. Igaz, hogy lehet, hogy ez abba került, hogy egy pont hátrányon indulnak majd holnap a döntőben, de hát az esély továbbra is adott lesz. Érkeznek a drónok Milon előtt, Milon maga is lehelyez egyet a lépcsőre. És a szokásos 4C4-es felállás a BDS-től. Itt nem csak ezen a szájton, hanem ugye alapból tőlük megszokhattunk. Az elsőt ki is húzta már valaki, és lehet, hogy ki is fogják dobni, de már egyből landingre, hát hálkapnak vele valakit. A Black Eye-t úgy haladtan megtalálták egyébként. Kis ment landingre, nem talált meg senkit, Milon már rég ben volt, lesz pedig elég késre követte. Pasa kezdje el törni a padlót, neki is figyelnie kell a C4-ekre, hiszen alatta is ott van még többek között Rafale és Brady is, Renshiro pedig egyelőre szerzőben is infózik. És várja azt, hogy esetleg valaki megálljon egy pillanatra az emeleten, vagy olyan kiszámíthatóan mozogjon, hogy fel tudják őt robbantani. A második cél is üres, mert egy kettő még mindig zsebben, Elemz és Renshiro, akik számíthatnak erre. Most már csak a Valk. 3-ból eddig 0, tudnak-e javítani ezen az egyébként elég rossz mutatón. Renshiro talán elindul egy flankre? Sajkó minden esetre megsebzi Pasát, ebben biztos vagyok, ezt lehetett hallani. Végül Shockwave tudja őt megölni. Emberelőnyben a támadók.
De veszélyes. Most jön flanken. Veszélyes pozikban a védők, jön elemz, és hú, és egyet rá tud legalább dőni. Ez mondjuk hatalmasat megy, Renshiroval is vigyázniuk kéne, aki Astroszerzen játszott és infózta a támadókat. Érdekes, hogy Renshirónak ez a villa mennyire nem adja, mármint ez az első pálya itt a szériában, pedig összességében talán a Majoren ő a legstabilabb játékosa, a legmegbízhatóbb játékosa a BDS-nek. Minden esetre végül Rafal az, aki a következő killt elszenvedi, viszont aztán búcsút inthetünk Renshirónak is. Briddy 1v4-ben ma már hozott például Coaston is klatchot, 1v4-et egyébként, bár gyakorlatban az csak 1v3 volt. Most meg tudja csinálni, ez a nagy kérdés, érzi nagyjából, hogy hova kell nézni, de azt nem jó, azt nem érzi, hogy mikor. Úgyhogy sok VV az utolsó találat, a diffuser már végig sem megy, pedig elkezdték tenni azt hiszem a támadók. És hát egy papet fej mellett a két csapat, és 5-5-öt látunk most. Nagyon úgy néz ki, hogy ez is egy overtime lehet, bár azért azt még nem mondanám, hogy overtime lesz is. Mindenesetre 12 költ fixen látni fogunk. Kérdés, hogy ezóta elmenjünk-e OT-ra. Trofit választ védeni a BDS. Ezt legutóbb meg tudták nyerni. Tudom, hogy már nagyon várod, hogy feltehesd nekem azt, hogy lesz-e OT, de erre még egy kört valahogyan, így, valahogyan kicsit ki kell bírnom. Igen, igen. Na, igen. Elég gyors, hogy akkor lecsaphatod te ezt a kérdést. Na, nem, én nem lopom a rólokat, lol. Hát Edenby megtette, úgyhogy feel free. Nem. Az EdenB, én ilyen cilinderes úriember vagyok, sétapálcám is van, csak nem itt. Szóval én ezt meghagyom neked. Addig, amíg tart a 11. prep phase, beszéljünk arról, hogy ez a 6. Virtus Pro vs BDS meccs, és most nem pályát értünk a meccs alatt, hanem úgy meccset, hogy BO3, BO1 minden beleszámolva. Viszont már a 12. olyan mérkőzés, ahol a Virtus Pro mag csap össze a BDS maggal, és ebbe beleszámoljuk mondjuk azt is, amikor Forze vs BDS volt, még teszem azt CL-ben, hát már mondjuk több mint egy éve. Szóval sokszor találkozott ez a két csapat, nem feltétlen pont ebben a formában. Mondhatjuk azt, hogy eddig ez a legfontosabb meccs, amit ők kettejük vívnak, bár azért a Forze BDS-ek is elég nagy téttel bírtak még CL-ben, azóta azért már mind a két csapat bőven kinőtte és túlnőtte a Tier 2-t. Ugye a Tempra volt az, akinek azt írták kis ilyen, nem is tudom, alcímbe, hogy from CL to Major, tehát hogy a Challenger League-ből Majorre, viszont erre a két csapatra is igaz ez, bár akkor még nem ezek a pontos line-upok voltak, viszont hogyha már itt tartunk a statisztikánál és a múltnál, mióta Virtus Pro-nak hívják a Virtus Pro-t, ugye ez nagyjából június eleje, azóta egyetlen egyszer tudták legyőzni a BDS-t, akik pedig négyszer örülhettek, szóval hát mondjam azt, hogy történelmileg nem jó annyira a VP-nek a mutatója a francia csapat ellen. Több mint egy perszállt el a körből, hamarosan a kör felénél járunk. Briddy továbbra is 90-t védi, fele van még itt, aki segíteni a másik három ember szájton. És valahogy próbáljuk megakadályozni, majd hogy kinyíljön ez a fal. Eddig jó, hiszen az elektroplók megmaradtak. Most sikerült kiszedni, sok wave így robbanthat. Impact trickre nincs lehetősége a védőknek. Hatalmas nyomás helyeződik a franciákra. De Astro még mindig megvan. Gyakorlatilag csak a hármas falat kell tartani, amit meg tud tenni Renshiro is, illetve Shaiko is Saiton. És hát kinél lenne biztosabb kezekben egy ilyen bejáratot a Saitra, mint Shaikónál. Sok fév tudja megszerezni az entry-t, nem ez a Shaiko egyből vissza is lövi, pont erről beszéltem. Egyből ketten fordulnak ide, hiszen tudják, hogy a Shaikóról van szó. Benne ott a potenciál, hogy akár ez kitolja is, nagyon agresszívan próbálja meg megvédeni ott. Ezt most nem tette meg, inkább arra ügyelt, hogy életben maradjon, hiszen a kör későbbi részében még értékes lehet. Milyen el tudja lőni Renshirót ismét ember előnyben az oroszok, 30 másodperc, Shaiko refregál újra, és esik a diffuser, fel kell venni a támadóknak,
a C4, az hogy nem ölte meg pasát? Hát konkrétan előtte robbant, vagy VTG-t legalább, megy a diffuser bomba mögé. Mit tudnak kezdeni ezzel a védők? Ott lent fut egy ember, el tudja lőni a plantet. Nem, de mégis ellőtték, és megvan még egy kill, egyedül marad Resk, hiába van 10 killel, itt már nem fog tudni csodát tenni. Két védő ellen rá kellene valakinek menni, és akkor le is jár az idő. Leteszi azért a diffuser, de megvan a kill a Valkyrivel, és simán le is tudják szedni a diffusert. Bridi és Rafael lehozza gyakorlatilag, de azért Shaikónak is nagyon fontos szerepe volt, kétszer is kulcs fontosságú fregeket tudott szerezni, és hát meg is mutatta, hogy miért ő az, akit bent hagynak azon a site-on, hogy védje azt valahogy meg. Nos, a BDS-nek van végül meg az esély arra, hogy lezárja rendes játékidőben a villát. Ez azt kell, hogy az Aviatort megnyerjék. Azt mondom, nem. Azután, hogy az Aviatort nagy nehezen csak megnyerte a BDS egy nagyon hosszú losing streak után, most ezt a lendületet elhozzák magukkal a 12. körre, és annyi lesz a villa. Én most ezt mondom, igazából nem történik semmi akkor sem, hogyha nem jön be, tehát én nem csinálok presztízs kérdés a tippjeimből. Sajnos korábban jellemző volt egy-két emberkére ez, de most, vagy hát nem az, hogy most, én sosem tekintettem így. De még az MNEB alatt sem, amikor ugye ez szerves része volt az adásnak, hogy kinek hány tipp jött be, meg ilyenek. Aviator a lényeg. És a lényeg az, hogy például Elemz, aki 13-8-ban van, megint hozza a Vigilt, és megint sok borsot kíván törni az oroszok orra alá, akiktől Rask az egyetlen, aki igazán kiemelkedőt nyújt, bár nem KD-ban, inkább csak simán killben, illetve az ő nevéhez fűződik az egyetlen plant orosz részről, ugye egyszer került le az első félidőben, Library-be a Diffuser, azt Rafale tette le Amaruval, és az előbb Rask is letette, bár mint láttuk, semmire sem ment vele az orosz csapat. Nem tudom amúgy, valamit itt változtathatna azért a BDS. Nyilvánosan ugye ezt a setupot hozzák, és oké, hogy legutoljára megnyerték, de nem tudom. Nem értem, hogy miért terültetik ennyire a Vetus ellen, nem hiszem, hogy ne lenne mondjuk egy B-terv, egy második setup egy olyan szintű csapatnál, mint ők. Az a baj, a kicsen sem működött. Nem is kicsire gondolom, erre a site ami más meg. Ja, erre a site-ra, aha, értem, persze, korrekt. Tehát én most azt, egy olyat mondok, ami nem fog tetszeni, de ebből a setupból például egy Echo nagyon hiányzik, aki egy egyedi játékstílust hoz be szerintem, még egy Plan B-night, de ugye ezt nem hozhatod, mert League-wide-ban, szóval a BDS ezzel nem tud élni, az Echo-t azt nem tudod igazán kiváltani senkivel, mert oké, hogy vannak hasonló operátorok, vannak még Plan B-night operátorok, de konkrétan Echo 2.0 az jelenleg nincsen a játékban, ahogyan azért van egy-két operátor, akinek van már 2.0 változata a játékban. Fentről el tudják lőni Shinykot, úgyhogy egyből megvolt a refrag VTG-re. 4v4. Másfél perc van a Vetus Pro-nak, hogy overtime-ra mentse ezt a pályát. Nem sikerül, akkor egy nullás BDS vezetéssel fordulunk a második pályára, ami nem más lesz, mint Clubhouse, de inkább foglalkozzunk még villával. A következő egy perc erejéig legalább, aztán mi meglátjuk, hogy alakul a folytatás. A Vault-ot kellene hamarosan valahogy kinyitni esetleg a Vetus Pro-nak, de nem fogják tudni megtenni, mert esett a hiba, és ezúttal nincs termájt, úgyhogy ajtókon kell pusolni. Hát nagyon nehéz dolgok lesz. Elég rámondanám, hogy inkább a BDS-nek áll. Gemini gyakorlatilag végig sétált, sok vég a szájta, és tudja, hogy hol helyezkednek el az emberek. Rezzrúnyát megfogta egy Mewgemer, Pasa és Milon most rotál át Stadira, hogy ketten fognak onnan, ketten pedig landing felől érkezni, nem szóval is lent Vigil-lel, azt látjuk tőle, amit többek között Milontól láttunk, amikor a Vetus Pro volt védő oldalon, hogy lentről próbálja meg akadályozni a plantet. Most érkezik Stadiba, majd a push 20 másodperc van vissza a körből. Mennek ki a nédek és flashek még, amik bent maradtak.
Nagyon jó az entry best site-ra Pasától. A folytatás is Minontól, 2v4, tudják hol van. Breedy is egyedül marad, Renshiro, és nagyon úgy néz ki, hogy overtime lesz. Kifogy lőszerből is, jönnek rá holvéről. Minon az, aki befejezi a kört, és hát mi más lenne egy BDS Vetus Pro pálya vége, mint overtime. Zsinórban negyedszer ezen a kis majorön. Akár melyik csapat fogja elbukni ezt a szériát, és vele együtt hát a döntő lehetőséget, a döntőbe jutást is, meg fog értük szakadni a szívem, mert pláne ilyen folyamatosan overtime-okat játszanak egymás ellen 4-ből 4-szer, ahogy te is felhoztad. Nem azt mondom, nagyon hogy legyenek. Igen, nagyon apróságokon múlnak ezek a dolgok, és azért itt elég sok pénzről beszélünk, ami mondjuk a második és a harmadik hely között van, viszont azért nem mondanám azt, hogy legyen végtelen overtime egy majorön minden meccsen, mert akkor lehet, hogy néha itt lennénk másnap reggelig, szóval azért ilyenekbe nem mennék bele. Ettől függetlenül mondjuk egy döntőn szívesen látnék akár minden pályán végtelen overtime-ot, ami hogyha jól tudom nincsen, csak az esetleges legutolsó mappon legalábbis múltkor úgy tudom, hogy úgy volt. Mert összességében az online meccseken nem szerencsés a végtelen overtime. Nyilván a major nem is online-ra van kitalálva, de hát most ez van, ezt kell szeretni. Szerencsére a játék színvonala az nem mondanám, hogy sokkal rosszabb lenne, mint Lanon. A hangulatot azt ugyan nem lehet pótolni, és a közönségnek az élő helyszíni reakcióját, extázisát, stb. Drámát, meglepődését, azt nem lehet pótolni. Hát visszaadni. Igen. Egy kicsit a játékosoknak az érzelmeit, azt azzal, hogy webkamerás kapcsolaton keresztül őket mutatják néha, az mondjuk egy nem rossz dolog. Viszont maga a játék színvonal az, azt hiszem, hogy talán üti a LAN szintet a Final Four-ban, a mini majorön. És Aviátot kellene valahogy betámadni a BDS-nek. Egyszer már sikerült, de még mindig, ha jól számolom, 4-1 az LS-re, az kifut, és nagyon sokat tud sebezni elemzbe. Igazából megérte az ő részéről. Azt hittem megpróbálom még egyszer, de csak visszabarikádozza az ajtót, hogy hallják, hogy honnan érkezne valaki, majd a kör későbbi részében. Sajkó repülözik fel, és fog érkezni landing felé, kicsit drónozik majd magának. A többiek még mind bedroomban, de hát ezt már megszoktuk, hogy Sajkó az első ember, aki van 90 környékén. Ez is igazából a dolga, hiszen ő az entry. Renshiro érkezik repülre, alatt ott a claymore, hogy biztosítson. De 90-ban már nem is játszik senki. Bárhol VN lesz, még kilőtt egy drónt, és csatlakozott is a többiekhez Sajton. Másfél perc vissza. Elemz és Resz között volt az egyetlen kontakt eddig, és valahogy a BDS-nek meg kellene nyerni ezt a kört, hogy nyugodtabban álljanak majd neki az utolsó, hát lehetőségük szerint az utolsó védőkörnek. Ezt nagyon jól kezdik most, Renshirói az entry, esik a Jäger, 1 perc 10 vissza, és most érkezik Breedy Knighthoz, hogy ki tudja nyitni azt a falat. Egy gránát kiment hozzák, Banshee-t szedtek csak ki, nem tudom, ki akarják egyáltalán nyitni Vault-ot, nem érzem én nagyon ezt a törekvést. Basa tartja Vault alatti holvét, folyamatosan érkeznek a wallbangek, hiszen Renshiro kiment már Study balkonira, hogy ne tudjának Study-ból keresztbe tartani a védők. Szokásos píkelgetés VTG-től 90-re, illetve mögötte, ha jól sejtem. Akkor elhelyezkedik még sok wave is. Két támadó érkezik közben Studyra, hogy valahogy megöljék itt Milont. Kérdés, hogy sikerül-e. Kicsit jobban be kellene nézni Zófiával az ablakon. Renshironak most már tudja, hol van az ember, de nem tudja ellenni. Hatalmas fejest kap Milontól. 20 másodperc, és valahogy Milont innen ki kellene szedni, vagy megakadályozni, hogy onnan megölje a plentelő játékost. Kimegy a C4, Rafael csak letart, Sajko trédel egyet Sajtra, Breedy bent van, teszi a diffuser-t, de hátba lövik őket, hatalmas flank sok wave-től, egyedül marad Rafael, és meg sem próbálja, de megpróbálja, viszont sok ki az utolsó kill is,
vezet overtime-ban a Virtus Pro, és hogyan reagál erre a BDS? Mi a következő lépés? Hova mennek többek között védeni? Remélem nem Aviatorbe, tehát az... Tegnap egyébként ugyanez volt a menetrend, akkor is a Virtus Pro kezdett el védőben, Aviatorban megnyerték, majd a BDS trofit pikkelt és elvesztette a védő szájtját is. És most is trofi jön, overtime-ban a BDS-től. Azt akarod mondani, hogy valahonnan ismerős? Valahonnan ismerős ez az egész, tényleg, mintha már láttam volna valahol egy hasonlót. Tehát meglátjuk. Tanulhatott egyébként a BDS a tegnapiból, nyilván nem véletlen választják megint trofit overtime-ban. Kérdés, hogy mennyire fog ez most jól elsülni, és látunk-e rögtön az első pályán, ezen az összecsapáson 15. kört, vagy a szokásos, a szokásos 8-6-tal ér majd ez a véget. Tegnap ez a két csapat a maximális 45-ből 43 kört játszott le egymás ellen. Hát most eddig a maximális egy pályán, ugye 15 körből biztosan látunk 14-et, ez mondjuk eddig is, tehát mivel az overtime elkezdődött, az addig is biztos volt. A kérdés, hogy a BDS valahogyan ki tudja harcolni ezt a 15. kört, amivel mondjuk még életben tartanák a francia reményeket itt a villán. Közben cseten nyugodtan beszélgessetek, kérdezzetek a meccsel, vagy akár mással kapcsolatban is. Tehát például láttam, volt ilyen kérdés, hogy holnap mikor kezdődik az adás. Én azt mondanám, hogy nagyjából 16:30 fog kezdődni, 5-től van reveal, tehát akit érdekel a Rainbow Six új szezonja, és minden részletet, apróságot tudni szeretnétek az új operátorról, például, vagy akár a Skyscraper Reworkről, azt itt első kézben, magyarul élőben majd látni, illetve hallani fogjátok, úgyhogy tartsatok velünk akkor is, és akkor utána nagyjából fél órával pedig lesz a nagy döntő, aminek az egyik résztvevője biztosan a Team Empire. Az, hogy egy orosz rangadó lesz, vagy pedig visszavágolja a mai első meccsünknek, az egy jó kérdés. Hát egy picit közelebb jutunk a válaszhoz egy vagy két körön belül. Most Shaikót kidronozták. Aki 8-11-ben van, ez távolról sem a legerősebb stat, amit tőle valaha láttam. Ők legalább a káposzája az több, mint a halála. Ja, tehát az egyébként nem vehető el tőle, hogy hasznosan játszik. Ez hát akkor lépett fel eddig, amikor szükség volt, tehát tényleg. Egy kört biztosan intézett így gyakorlatilag a csapatának. Aztán, hogyha a végén 8-7-re nyernek, akkor meg úgy érdekel majd senkit, hogy éppen Shaiko mennyit lőtt, de ahhoz előbb le kellene hozni ezt a kört, amiből még másfél perc van vissza. Érkezik a nyitás, érkezik a nyitás a Virtus Pro-ra, hát nagyon rossz volt. Hát ezt olyan a második sikerül le, az... igen, kiszed minden gadgetet a falra, a Shaiko pingelés, hogy nyílni fog, az elektrokló elkésik, úgyhogy teljesen nyugodtan ki tudta ismét nyitni a falat, sok wave, ezzel legutóbb nem mentek túl sokra. Shaiko azon gondolkodhat közben, tehát kipusolja ezt az ajtót, de inkább visszőszoborhoz, mert ki lett drónozva. És vár a támadókra 50 másodperc vissza, továbbra is 5-5, gyakorlatilag még sebzés sem volt. Szájtra van egy bejárata már az oroszoknak, és most fogják még nyitni Astro falat talán, az előző körből kiindulva, nem nyitják, Renshiro tud entrizni, esik sok wave, 35 másodperc, pasáék, viszont már itt vannak Szájtrotában, és arra várnak, hogy jöjjön az info, hogy hol vannak az emberek, és be tudjanak rájuk píkálni. Elem szartja és dobja ki a C4-et, ez még csak meg sem sebzi pasát, viszont eladta az ő pozíját. Shaiko tudja folytatni a killek gyűjtését 20 másodperccel a vége előtt, kettes ember előnyben a francia csapat. Tud-e valamit alkotni a Virtus Pro 10 másodperc? Reszkés pasa tud duplázni, 2v2, Renshiro, Rafael, pasa és Milon ellen 5 másodperc, hol a diffuser, elkezdik-e tenni? Igen, megy le, viszont jönni fog egy C4, 2 is konkrétan megy egyszerre, és a BDS megnyeri a védőkörét. És maximális körszámot látunk itt villán, megyünk a 15. körre. 7-7 az állás,
A BDS-nek támadóban kell megnyerni ezt a villát az utolsó körben, overtime-on. Ajaj, images that precede ez a library pick számomra. Gondol-e erre a BDS? Fejtik-e, hogy nem trofiba fog menni a Virtus Pro? Kérdés az, hogy érkezik-e Amaru, vagy nem. Hát nem sejtik azt, hogy igen, library-re szavalnám. Be lehet-e még egyszer adni? Nem, tehát ez teljesen... Mondjuk az, hogy nincsen golyó pick a VP oldaláról, az már eladhatta volna a BDS számára, hogy nem trofiba mennek, ahol minden egyes alkalommal volt golyó. Egyébként Maestro is, bár talán a golyó inkább must pick oda. Viszont így, hogy nincsen, nem találták ki talán ezzel együtt sem a BDS-esek, mert ha kitalálták volna, akkor six pickben jön a helyet, vagy valaki helyet. Én szerintem megint jött volna az Amur. Igaz, hogy ez egy ilyen egyszeri trükk, amit el lehet játszani, de nem tudom, igazából nem tudom, hogy tényleg egyszeri trükkel, mert elsőre olyan jól működött, hogy ha azt várod, akkor sem biztos, hogy tudod counterölni azzal a rengeteg crossfire-rel, amit fel lehet állítani az Amarus planthez. Mindenesetre a BDS tudja vagy sem, library a site, Amaru pedig nincsen, hatch viszont nyitva van, igaz, hogy ez maximum lefelé közlekedésre lesz alkalmas, hiszen Oryx sincsen védő oldalon. A VP egyébként ugyanazt csinálja, mint az első itteni védelmükben, ami egyébként, ha már itt tartunk, az ötödik kör volt, és az volt a BDS-nek egyébként az egyetlen köre, amikor le tudták tenni a diffusert, vagy egyáltalán le kellett tenniük a diffusert. A Living Room-on, illetve a library-ben eddig 2-1-re vezet a két meccsen a BDS. Csak először tudta, csak az első alkalommal tudta úgymond megnyerni a Virtus Pro. Azóta, hogy tudja a BDS, hogy mit csinálnak az oroszok, nem nagyon akar működni ez a setup. Előbb még egy gyönyörű counter-szatot is láthattunk rá. Ez most el fog maradni, hiszen nincs Amaru. De a támadás további részet, illetve többi része ugyanúgy néz ki. Sajko külön a többiektől, akik együttesen 4 óra felől, illetve kicsőn felől érkeznek. És azt ellenőrzik, hogy hol vannak lyukak a védőknek nyitva, hát nem nagy titok, hogy a Vault-ban. És azon gondolkodnak valószínűleg, hogy hova lehet plantálni még így Amaru nélkül. De hát nem is hiszem, hogy gondolkodnak, mert erre esküszöm, hogy vannak tervei. Nem csak az egy amarus dolog volt. Megvan a Black Eye Sight-on, azt ki lehet majd lőni. Meg is fogja tenni valószínűleg elemsz, hogyha be tudja ütni ezt az ajtót. Hát vált majd mellette a falakat is nyitja majd hamarosan, az biztos. Próbálják ping alapján kilőni. Egyelőre nem sikerül. Rensinak most sikerült. Cserébe egy drónt is kilőtt a valak bosszúból. Shyko injured-be kerül! És be is tudják őt fejezni, pasájé a nyitó, 1 perc a vége előtt, ember hátrányban a BDS meg tudják-e oldani, vagy elhozza az orosz csapat ezt a kört és ezzel együtt a pályát is. Azt a Black Eye-t végre sikerül kiszedni, konkrétan 2-3 tárba került, azt hittem már korábban meg lett, de nem. A fenti részt teljesen elengedi a BDS, meg sem próbálják elfoglalni, inkább olyan helyre szeretnének lentelni, ahova nem látnak rá. Érkezek a füstök, megy Debridi-től a diffuser. A smoke jó, abba kellett hagyni, illetve talán fent is elkezdték lőni. Reszk indul el flankre, Renshiro el tudja lőni pasát, VTG kipusol, mert megy le a diffuser, hallja jól, el tudja lőni az embert, 20 másodperc, 3v3. Meg tudja oldani valahogy még a BDS, VTG Milon és Reszk ellen kellene letenni a diffusert. Milon továbbra is fent és rálát a hatástalanítóra. Renshiro el tudja lőni VTG-t, Reszk kap lentelő embert. Most szedik össze a diffusert, nem sikerül megölni az embert és el tudják kezdeni rakni biztonságos helyre. Le fog menni az a diffuser, ha csak nem tudja megölni őt valahogy. Reszk nem tudja, Renshiro pisztollyal fedezi, egyedül marad Milon. Elemz és Renshirót kellene megölnie. Különben a BDS behúzza villát a tegnapival ellentétben, és ők szerzik meg a vezetést ebben a BO3-ban. Milon megpróbál, nem is tudom mit csinálni, nagyjából semmit, ez így el van veszítve, ezt ő is tudja, és szerintem még fut egy tiszteletkört itt villán, 17 másodperc, és nem nagyon szeretne meghalni, érkeznek is a Good Half-ok.
A BDS 8 hétre behúzza Villát. Hatalmas hiba volt ez Milontól, hogy nem tudta ellőni az embert 2v2-ben, és engedte, hogy a BDS letegye a diffusert. Megyünk Clubhouse-ra, amit tegnap 8-6-ra meg tudtak nyerni a franciák, úgyhogy ez egy rossz moment most az orosz játékosok számára. Kedves nézőink! Az MVP-nk egyébként. Kétszer plantált a BDS ezen a meccsen, mind a kétszer library-ben, mind a kétszer megnyerte a kört, viszont az utóbbival már ezt a pályát is, úgyhogy franciák vezetnek 1-0-ra ebben a szériában a Villa után, ami azt hiszem, hogy hatalmas izgalmakat tartogatott számunkra, és tartogat valószínűleg a következő pálya a Clubhouse is, ahol ugye tegnap a BDS tudott nyerni, hogyha most is ezt fogjuk látni, akkor az azt is jelenti, hogy ez a széria 2-0 lesz, nem pedig 2-1, ahogyan az volt tegnap, szóval azt hiszem, hogy ezzel még egy lapáttal rátettek az izgalmakra a csapatok, viszont minden továbbit a visszajátszások és a szünet után fogunk megbeszélni.